Makóváros önkormányzata még 2017-ben nyújtott be pályázatot a területi operatív program keretében a makói kulturális és közösségi élet fejlesztésére vonatkozóan. Végül közel 400 millió forintos támogatást nyert el. Ebből az elmúlt években infrastrukturális fejlesztéseket indíthattak el, valamint 20 helyi civil szervezet programjait és működését támogató pályázatot tudtak kiírni. A projekt további kulcseleme lesz a koronaszálló emeleti termében kialakításra kerülő közösség. Tér. Ezen kívül két kisebb beruházást is ezen összegből finanszíroznak. Az egyik a Makó-Rákos közösségi ház felújítása, a másik pedig a gazdakör épületének renoválása. Egy 40 millió forintos keretből újulhat meg maga az épület. Fontos azonban azt is hangsúlyozni, hogy ez a bruttó 40 millió forintos keret természetesen járulékos költségeket is tartalmaz, tehát a tervdokumentáció elkészítését, műszaki ellenőr feladatellátást, illetve tanulmányok készítése volt szükséges ahhoz az uniós pályázati igényeknek megfelelően, hogy maga a beruházás megvalósulhasson. Az egyesület 2011-ben alakult, csak nem 70 fővel működnek. Az épületben számos, a mezőgazdasághoz kapcsolódó rendezvény szoktak tartani, ezért nagy öröm számukra, hogy lassan teljesen új környezetben fogadhatják majd vendégeiket. A gazdák nagyon örültek neki, nagyon ráfér erre az épületre a felújítás, mert a nyílászárók, tető, falak elvizesedve, úgyhogy én remélem, hogy a jövőben egy nagyon szép környezetben fogjuk eltölteni majd a téli estéket, de én úgy gondolom, hogy más civil szervezeteknek is nagyon szívesen fogjuk odaadni ezt a székházat. A sajtótájékoztatón Botlik Anita önkormányzati képviselő is részt vett, aki szintén üdvözli, hogy az épület teljesen megújul. Nagyon remélem, egyetértek szintén elnök úrral, hogy ebbe a körzetben további a beruházás befejezése után további civil szervezetek is kaphatnak majd lehetőséget, például a gazdáknál is, hiszen gyermekek szünidei programját vagy idősebbek rendezvényeit is akár, akik a mezőgazdasággal kapcsolatban állnak, akár itt meg lehetne rendezni. A székház kívül és belül is új külsőt kap, beleértve a tetőszerkezetet is. A falak szigetelését is elvégzik, akadálymentes mosdót és feljárót létesítenek. A nyílászárók egy részét műanyagra cserélik, valamint új burkolatok is lerakásra kerülnek. Külső részen teljes vakulatcsere fog lenni, majd arra egy simító vakulat, aztán nemes vakulat. Itt meghatározták, hogy két színnel lehet játszani, tehát gyakorlatilag nem szabad, hogy kirívó legyen, ami értelemszerűen, tehát a ház jellegének megfelelő színt, illetve stílust fog kapni. Habár a beruházás határideje október 15-e, az ügyvezető elmondta, számításaik szerint akár egy hónappal hamarabb is befejeződhetnek a munkálatok.